Elkezdődött a szünidő. A gyermekek biztonságára, mivel többen is felügyelet nélkül vannak, ilyenkor még jobban figyelni kell. A szülők jó, ha beszélgetnek a csemetékkel, tudatosítják bennük, hogy a közlekedés során és idegenekkel szemben is körültekintőnek kell lenni. Ha egyedül vannak otthon, legyen olyan telefonszám, amit fel tudnak hívni probléma esetén. A szülőnek le kell ülni, el kell mondani, mi az, hogy hova mehet el, mikor, melyik időpontban mehet a barátaihoz, kihez, kivel tud találkozni. Legyen egy olyan telefonszám, amit a gyerek bármikor fel tud hívni. Fontos felhívni a figyelmet, és ezt mi is mindig elmondjuk, hogy idegennel szemben legyenek kellőképpen óvatosak, senkitől ne fogadjanak el semmit. A bűnmegelőzési osztályvezető hozzátette, az útvonalat is meg kell beszélni. Fontos, hogy forgalmas út legyen, ahol sok személy van. Ha segítségre szorul a fiatal, legyen kihez fordulni. Egy telefonnal pedig jelezze a gyerek, ha megérkezett. Ugyanakkor az otthonok biztonságára is fel kell hívni a gyermekek figyelmét ne nyissanak ki ajtót idegennek, még akkor sem, hogyha éppenséggel abba bíznak, hogy, hogy az ajtó kinyitásával ők nem követnek el semmit, vagy ők meg tudják akadályozni, hogy bejusson oda idegen. Ez sajnálatos módon, ha ezt kinyitjuk, és aki oda be akar menni, ez megtörténet. Ebben az esetben is hívjuk fel a figyelmet arra, hogyha bármikor elmennek otthonról, kellőképpen zárják be, a kulcsot vigyék magukkal, a szülő minden esetben tudja, hogy hova mennek. Az osztályvezető arra is felhívta a figyelmet, a gyerekek sehova ne vigyenek magukkal drága elektronikai készüléket vagy ékszert, ami okot adhat arra, hogy belekössenek a gyermekbe, vagy el akarják azt venni tőle. Ha ez mégis megtörténik, inkább adja át a követelt tárgyat a gyermek, hiszen annak értékénél sokkal fontosabb a fiatal testi épsége. Ugyanakkor az eset után rögtön értesítse a károsult gyermek, illetve a szülő a rendőrséget, és lehetőség szerint adjanak pontos személyleírást az elkövetőről, mert ezzel lehet segíteni leginkább a rendőrség későbbi munkáját.